És Perdéri Egyesség kapcsán nyertük el ezt a kiváltságot, azaz forintban megváltottuk saját szabadságunkat. A 750 éves várossá válásunk évfordulját ünnepelhetjük. Ami mindig kérdés, hogy mi volt, mi történt 750 évvel ezelőtt, és ez keveredik a magyar királyi város, a magyar szabad királyi várossal. Úgyhogy most március 6-án lesz az évfordulja annak, hogy 1743-ban Mária Teréziától megkaptuk a szabad királyi városi rangot, és ennek itt van a dokumentuma, és köszönöm szépen a levéltár igazgatóját, hogy ezt megosztja velünk. Ez az eredeti dokumentum, amit a levéltárban őrzünk, és átlapozva az egészet, benne van Mária Terézia aláírása is eredetiben, és emellett még számos más olyan fontos dokumentumot hoztak el számunkra Győr város életéből, amit úgy gondolom, hogy érdemes meghallgatni a szakembereket, hogy miket találunk meg a városi levéltárban. Maga a töröktől való megszabadulás után közvetlenül a város újjárendeződött, és ennek a kapcsán első Rudolf kiadott egy olyan összesítő kiváltságot, amiben Győr összes korábbi kiváltságait ő felsorolta. Újakat ő akkor nem alkotott, viszont felsorolt, ez azért volt fontos, mert nyilván a török időszakban számunkra minden megsemmisült, és ami fönnmaradt, az csak a magyarországos levéltárban található. Őt követte aztán másik Mátyás, aki 1609-ben egyetlen egy napon 8 oklevelet írt alá, és ezek között már számos új kiváltság volt, ami azért fontos, mert ez egy következetes út volt a szabad királyi kiváltságok elnyeréséhez. Köztük a győri, amikor kiváltság volt, mezőváros voltunk, polgárait már számos tekintetben mentesítette, például a jobbágyi terhek alól, újra szabályozta a vámokat, és ez a 8 oklevél, ez egy meghatározó szerepe volt, bár a püspökség jó darabig ezeknek a hatáját jó darabig nem ismerte el, tehát ezért fontos számukra második Mátyás, aki a török időszakban egyébként még főherceg volt, és sokan nehezményezték, hogy esetleg a felmentő sereget akkor tehát nem küldte 1594-ben, tehát lehet, hogy egy kicsi lelkiismeret hullalása miatt is így megszaladt a tolla, ez nekünk emiatt nagyon fontos volt. És a másik érdekesség az ilyen kiváltságoknál, hogyha új uralkodók vannak, hogy kezdünk olyan kiváltságokra is emlékezni, amelyek egyébként nem rendelkeztünk. Ugye a töröknek azért nem csak hátránya, de néha erőnye is van, tehát ezt csak így külön kihangsúlyoznám. És akkor a Mária Teréziára rátérve, hogy már ugye a törökkor végeztével Győr katonai jelentősége természetesen alább hagyott, és akkor felerősödött a püspökség és a győriek közti húzavona, hogy lehessünk szabad király kívánság. És a közhittel ellentétben nem csak az uralkodóknak kell megköszönnünk, hogy ez sikerült elérni, hanem Győr polgárainak, akik közel 30 évig pereskedtek a püspökséggel és a káptalannal, és Perdéri Egyesség kapcsán nyertük el ezt a kiváltságot, azaz forintban megváltottuk saját szabadságunkat, és ez azt jelentette, hogy az uralkodónő ezt szentesítette, és mindenképpen ki kell emelni, hogy akár a parlamenti jóváhagyásnál is minden ellenállást maga az uralkodónő tört le. Tehát ő következetesen kiállt a győriek mellett, ezért sikerült az 1751-es parlamenti törvény, ami alapján mi végül is elnyeltük végleg ezt a szabad királyi kiváltságot. A városnak ekkor két követe lett. A kiváltságra annyit, hogy gyakorlatilag a város a elöljáróit maga választotta, ez innen a városbíró, a 12 szenátort, amely ma ugye az önkormányzati képviselőknek felelne meg, és az azt jelentett, hogy a tisztújítás rendszerint Szentgyörgy napkor ment végül, az április 24-én. Kezdetben évente, aztán később 4 évente csúszott hát ezek a tisztújítási dolgok, tehát ezek ebből a tekintetben nagyon fontos. Ugye a város valós joggal ért, a bevételek felett maga rendelkezett, ez a bevételek sok esetben az akkori gazdagolási és hiszen kereskedelmi város lettünk, és nagyon sok volt itt a környéken a szőlőtermelés, tehát a szőlőkre kivetett adók, ezek nagyon fontos bevételek voltak, és a város nyilván a kiadásait is megőrizte, tehát megvannak a
városi levéltárban ennek a korszaknak a kiváló számadása, és ez egy nagyon fontos momentum abban, hogy Győr elkezdett fejlődni, elkezdett gazdagodni, aminek aztán a későbbi kiható következményei vannak.